Az igazi régi népszokásaink elevenednek meg itt Kiskunhalason, ezért is lehet ennyire népszerű a húsvéti locsolás. Az ének, a tánc, a zene, tehát a jókedv az, ami elárasztja most a várost. Na de hogy hogyan is zajlik egy hagyományos húsvéti locsolkodás, arról már vendégemmel, Végső Istvánnal, a Pásztor Tűzegyesület elnökével beszélgetünk. Jó napot kívánok! Mi is történik most pontosan itt a húsvéti kútnál? Boldog magyar húsvétot! 15 éve igyekszünk ezt a nagyon szép hagyományt megőrizni, ápolni és bemutatni itt Kiskunhalason. Voltunk már sokfelé, de végül is ez a húsvéti kút az, ami igazán bevált nekünk. Én azt gondolom, hogy látható itt a sok emberből, sok lányból, sok érdeklődőből, hogy nagyon érdekli az embereket a húsvéti hagyomány. Ez egy nagyon régi hagyománya, így gyakorlatilag a régi monarchiának a hagyományába maradt meg az itteni országokban az, hogy hogyan locsolkodnak az emberek. Ez egy ősi szokás, mondhatni pogány szokás, mégis vannak bibliai hátterei ennek az egész történetnek, és vannak kiskunhalasi hagyományai. Itt voltak már vasárnapi bálak is régebben, és hát a legények már akkor se feküdtek le, indultak el hajnalba vagy éjjel a határba, 112 ezer kataszter holdas volt a régi halasi határ, úgyhogy körbe kellett járni, mentek a lányos házakhoz, mentek azokhoz a házakhoz, ahol lehetett udvarolni, vagy ahova készülöttek udvarolni. És most itt hogyan történik ez a húsvéti locsolás? Láttuk, meg hallottuk, hogy már az egyik leány már vizes is lett. Igen. Mindig úgy zajlik, hogy hagyományőrzőket kérünk föl, néptáncosokat kérünk föl. Ők most hoztak nekünk egy kis jó verbunkot, Szatmárit, de látjuk, itt a háttérben már vonulnak a többi legények is, úgyhogy így zajlik. Le kell fogni mindig a lányt, hogy ne szaladjon el. A lányok mindig önként vállalják, de azért jobb egy kicsit tartóztatni őket ehhez az egész locsolkodáshoz. Lesz itt játék is, ahová bele fogják vonni a közönséget, milyen formában? Igen, mindig hoz nekünk itt a Kopcsek Tamás úr egy kis népi játékot, kis háttérinformáció, ilyen tojásos játékot hoz, hogy mindig így félreérthető is legyen a történet, lehet majd táncolni is természetesen, úgyhogy hát nagy a vidámság és nagy az öröm, kisütött ránk a nap, úgyhogy nagyon örülünk neki. És ezért nem is fognak megfázni a lányok ebben a jó időben, napsütésben. Végső Istvánnak köszönöm szépen, én egy valamiben biztos vagyok, hogy itt Kiskunhalason húsvétkor, hát egy leány sem maradhat szárazon. Ahogy te sem!